Egyik hónapja feliratkozunk, nem tudom megjegyezni, érted? Hogy döme vagy dom? Sose tudom. Nagyon szépen köszi, és Freddy the Nightmare köszi a 56 hónapot. Na, srácok, nem húzom az időt? Példakép! Nagyon szépen köszi, piszok! Induljon a Beaver demo, ami egy nagyszerű lesz, egy nagyszerű játék, Shadow Distance. Minden, maxra, mit full, pint, nyomjad. Kezdődjön. Üdvözlet mindenkinek. Szóval ez 2019-es game, így van. Azt mondja, a VASD-vel lehet vezetni, a Space a Handbrake, a Q a Headlight, az Evel letörlöm az ablakot. Igen. Nagyon furcsa lesz a játék grafikája, mondom. Azért ne váljatok el tőle egy fotorealisztikus valamit. Ilyen elbaszott grafikája van, majd meglátjátok. Menüzene úgy tűnik nincs. 2019. 2019 óta demo, azóta nem történt vele semmi, ja. Ez a loading, csak mondom. Eddig jó. Itt is vagyunk. Na várjatok, bassza meg. Aha. Wow. Okay. Elindultunk. Merre kell menjünk? Van-e valami feladat, küldetés? Hát itt erre az út. Ez így valami lakó, egy ilyen kempingnek tűnik nekem ezzel a sok lakókocsival, vagy egy egyszerűen csak egy lakókocsis park. Jó lehet így az éjszaka közepén így veretni neki. Már egy kicsit. Nem történt gond? Oké, fogalmam sincs, hogy mit kell csináljak, úgyhogy megyünk. Oké, közben nézem, hogy jönnek a hátunk mögött. Ja, várjatok, átakom magam a másik oldalra. Csak azért, mert akkor látjátok is a visszapillantó tükröt, jó? Várjatok, ide átrakom magam. Akkor látjátok a visszapillantó tükröt. Esriri, köszi szépen a cheer panok, neked is nagyon szépen köszi. Aha, és a... A kocsiból nem tudom kiszállni szerintem, és ez ennyi. Most nem tudom, most itt vagyok. Itt egy kocsi. Egy lerobbant kocsi. És ki tudunk szállni a kocsiból? Láttatok erre gombot? Én nem emlékszem az irányításra. Opa. Micsoda? Wow. Oké. Nem lehet kiszállni a kocsiból szerintem. Nem. Van egy olyan rész, hogy rossz irányba jöttünk, mert itt csak körbe megyünk. Milyen kocsival vagyunk? Annyira rakja ki a seggét, hogy beszarom. Leszedtem a bokrot. Akkor rossz irányba indultunk el szerintem. Ez lesz a jó irány talán. És nem akarok körbe-körbe menni, mert nem sok értelme. De most szerintem körbe megyek. Baszk! Minden a lehető legnagyobb rendben van. Megcsúszott egy kicsit, kicsúszott. Mi fog velem? Igen, most mentünk egy kört, ezt fixen mondom. Ez egy elátkozott út. Azt nézem pont, hogy... Van-e egyáltalán jó irány? Jó kérdés. Várjátok. Most ez mi lesz?
hogyha itt balra megyünk. Aha. 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 Ez lesz a jó. Nem tudom, mi történik, most mondom. De jól néz. Amúgy... fura grafikája van a játéknak, de nem mondanám rossz. Lecsúszik a kurva út. Na. Ez a kocsi jön mögött? A kurva életbe? A kurva életbe? Ujjjjjjjj. Ez probléma. Ez probléma. Jön mögöttünk, mi? Voltak azok a zombi emberek? Oké. Okay. Tudom, merre kell kimenni, szóval már egyel előrébb vagyunk. Nagyon nehéz irányítani az autót, ezt hozzáteszem. Tehát, hogy ez azért nem feltétlenül csak az én saram vagy. Ilyen szarul megy. Hát most jól emlékszem, hogy itt erre. És majd balra. Lesz egy elágazás. Várjátok. És itt balra. Ez az elágazás. Talán. És itt jobbra. Igen. Jó, megyünk. Nem tudom, mit kellene... Így is jó. Nem is kell basszus izé. Nem is kell headlight. Látom egy kicsit. Az mi ott? Ott vannak bent az emberek, látjátok? Bent a házban, ott sétált egy, ott van. Középen az ablakban. Azt nézd meg. De ezek valami vámpírok, vagy mi a fene? Erre kéne menjek, hát most ezek üldöznek itt engem. Mert olyan volt, mintha lett volna még egy. Nem próbálok lassabban menni. Csúszik az út, kurvára csúszik. Közel van? Most nem is várjátok már, nem látom. Jó. Beírjátok, hogy nagyon nyomasztó. Ász, kurva szar, hogy így jönnek. Menjetek már. Fasz!
Hogy lehet ezt megcsinálni? Vagy ez mi? Nagyon stresszes. És azon gondolkozom, hogy hogyan lehet őket lehagyni? Nehéz gép. Ne is mondd! Hogy kimész az útról, olyan nagy sár van, hogy nem tud, onnan már onnan az rip. De srácok, ha lekapcsolom a lámpát, az rendben van, de látjátok, úgyis elkezdenek üldözni, és ők azt lehet meg lehet csinálni, hogy amikor megyek a itt át, van egy elágazás balra. Semmi baj. Nagyon csúszik a kocsi. Oké, okay. Lesz egy elágazás bar. És nagyon jönnek. Aztán megláttak, nem? Úristen, hát ez kész az erdei út, menjetek már a picsába! Jézusom, tőle! Hát ez kegyetlen! Nagyon lassan lehet itt jönni. Nagyon realisztikus amúgy ez a... Lekapcsolom a lámpát. Az mi? Az mi volt ott? Hát valami szélen! Baszhatom neki, mint a kurva élet. Valahol majd irányt kéne váltsunk. Itt vannak a senkükbe, kurvára itt vannak. Belém jött, basz meg! Ilyen van! Mint a mocskos kurva élet, srácok. Mi a fasz? Egyre szarabb az út. Tetszik ez nekem. De mekkora a map? Vagy hova a faszba megyek már? Azt a kurva eget, meghaltunk! Nagyon szar volt az út! Mi van? Szerintem én kiestem a pályáról. Az a baj. Meg akkor elakadtunk. Nézzétek, végül is leráztuk őket. Mi van erre?
Szinte most a végtelenségbe és tovább zuhanunk. Ez mi? Ennyi volt a game, srácok. Köszi szépen, hogy megnéztétek. Nem, csak viccelek, még menjünk egy kört. Nem tudom, hogy mit kéne csinálni. De mi a feladat? Mi a fene történik? Nem értem. Én nem értem. Leestünk a lapot. Na várjátok, most megnézem az irányítást. Szóval nincs benne kiszállás. A left mouse klikkel interaktálunk. Sok Eszter, köszi a 7 hónapot! Nagyon szépen, nagyon örülök! Köszi neked is! Cirike, nagyon szépen köszi a fél évet! Tethund, köszi a 7 hónapot! Flugos, köszi a csírt! Halilali papi, köszi az 52 hónapot! Venoniti, köszi szépen a giftet Geralasznak! Rodak, köszi a 11 hónapot! Nagyon köszi! Szép lassan, csak ne állj meg, ez a cél! Az a baj, a szép lassan az annyi, hogy így, hát nem tudom nektek mutatni, de... Szóval így... A szép lassan az olyan, hogy... Tehát... Megnyomom és lepadlózz a kocsit. Ez kontrollerre kéne játszani. Kéziféket nem szabad behúzni, ezt csak most mondom. Itt nincs lightning, tehát itt fullba nyomja a kretét. Nem tudom. Figyeljetek, adjunk neki még egy kört. Aztán valameddig megyünk, meglátjuk. Betettem. Amúgy az erdőben volt valaki. Szóval nem tudom, ki volt. És megpróbálok ugyanúgy menni az úton szépen, ahogy kell. Megpróbálok lelassítani, akkor mi történik? Mi van mi? Ott ülnek benne a vámpírok, beszarok. Ott ültek hátul. A zene nekem is nagyon tetszik, amúgy a játék, az faszom. Meg amúgy az egész kinézete olyan különleges. Kurva! Ott is állt egy autó. Mi ez a sok autó az útszére? Őket mindegyiket? Kiszipolyozták a vámpírok, vajon? Itt van, aki a kocsibe áll. Ezt elkúrtam. Jó, még ez jó. Megfogtuk. Az a baj, hogy egy idő után belém jönnek, tehát hogyha nem vagyok elég gyors. Elsőséget kell adni. Szóval gyerekek. Egyik az elsőséget. Próbál! Ott vannak a vámpírok a kocsiba! A fasz! Thank you.
jó. Kurva életén csúszós kurva utat most már. Ja, azt lehagytuk őket, hogy mi van? Fasz hagytuk, lejönnek. Kurva élet! Nagyon koncentrálok. Megcsúsztunk! Most jó, most nem jó, most jó, most nem jó, most nem jó! Még belevezettek a fába, vágod? Nem tudom, srácok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nem értem. Valaki amúgy tudja, hogy ebbe a játékban lehet valamit csinálni? Tehát, hogy így menekülünk, amúgy izgalmas, de ennyi? Ja, hogy ez ennyi. Köszi. Hát akkor ezt is megnéztük. Na, nézzétek. Viszont megmondom nektek őszintén, ennek a koncepció nagyon tetszik. Tehát ilyet még soha nem láttam, hogy ilyen vezetős horrorjáték. Borzasztó hangulatos volt, nagyon jó volt a zene. Ezek a vámpír emberek, ezek nagyon durvák. Én bízom benne, hogy akkor ezzel foglak foglalkozni, bár mondjuk 2 éve a faszt. 3 éve áll ez a projekt. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy mit csinálnak, de nem volt ez rossz. Tehát, szerintem mindkét demo, amivel eddig játszottunk, szerintem nem volt rossz. Sőt, én kiemelkedőnek mondanám a játék, vagy horror demo közül. De ez ennyi akkor ezek szerint, sajnos. Ja. Klizsit, köszi a 13 hónapot. Lumière, köszi a 27 hónapot. Köszi. Na, srácok, ez volt a Beaver. A következő játék pedig, amivel játszani fogunk, akkor az utolsó játék, az pedig nem más, mint a Nem ennyi, Jani, Trust Me. Micsoda? Most tényleg, Bordi? Van még benne valami content? Most közben megvan Bordit, van egy nő az erdőben. Láttam egy embert az erdőben, aki mellett elsuhantam. Ő olyan gyanúsan az erdőben lévő nénivel kell interaktálni. Vele kell interaktolni, ha nem követnek. De hát hogy? De hogy nem követnek? Hát basszus! Hát ez egyszerűen nem is értem, hogy hogy. Aha. Szóval ennyi. Lekapcsolod a lámpát. És ugye elveszítenek. Na mindegy, figyeljetek srácok. Ennyi elég volt. Most én úgy érzem, hogy nem éri meg, hogy most ezzel próbálkozzunk.